Sziasztok! Ebben a videóban egy fordított ozmózisú készüléknek a vízágyító készüléknek az öblítését fogom megmutatni, tehát hogy fogjuk kiöblíteni a membránt. Volt már róla szó a rószűrő második részben, most így külön videóban, csak egy pár percesben. Első lépés, tanuljuk meg ezeket a gyors csatlakozókat. Tehát a gyors csatlakozó, azt tehát ugye benyomjuk, ez az aerószűrő első részében arról szó, benyomjuk, és amikor benyomtuk, akkor vele párhuzamosan elkezdjük kifelé húzni a tömlőt. Most én nem tudom, hogy meg tudom oldani, most megfogom, nem, de... Tehát annyi, hogy ilyenkor jöhet egy kicsi víz, tehát lehet nyomás alatt. Tehát lényegében be kell nyomni, és vele párhuzamosan ki kell húzni a tömlőt. Most így egy kézzel, nem tudom, megy-e, megy. És akkor most ugyanígy benyomtam ezt a gyors csatlakozót, és eltávolítottam az átfolyás szabályozó szerepet. Tehát benyomjuk, és vele párhuzamosan húzzuk kifelé a tömlőt. Hogy ez megvan, akkor nyersen becsatlakozunk a tömlővel. Sikerült, tehát benne van, fogja, és ilyenkor annyi dolgunk van, hogy megnyitjuk a hálózati vizet átfolyás szabályzó nélkül. Érdemes lassan megnyitni, attól függ, milyen koszos az előszűrő. Ezek majdnem vadonatúj előszűrők, ilyen rosszabb csapvizünk. Mind a kettő ófehér eredetileg, hát tehát majdnem friss előszűrőkről van szó, tehát borzasztó a csapvíz. És ha hirtelen nyissuk meg, akkor lehet, hogy ez dzsuba belemegy. Tehát jobb lassabban megnyitni, én legalábbis lassabban szoktam. És egy jó 10 liter vizet átfolyás szabályzó nélkül engedjünk le. Megvan, akkor elzárjuk a vizet. Elzártuk a vizet, akkor ugyanez a manőver, hogy benyomjuk ezt a kis pöcköt, az alját. Kihúzzuk a tömlőt. Most csak ide föllogatom. Vissza az átfolyás szabályzó. Sikerül most már egy kézzel is. És akkor vissza a tömlő. Ez már nem biztos, hogy van rajta, nincs rajta fogás. Ezt majd két kézzel, tehát ennyi. Visszanyomjuk a tömlőket. És ennyi lenne a az átöblítése a rendszernek. Tehát egy 10 liter vizet elég, hogyha le, még annyi se, tehát végül lényegében a membrán maga az egy porózus henger, porózus falu henger, aminek a közepén megy a víz, nyomás alatt van tartva az átfolyás szabályzó által, és a falán kigyöngyöződik a víz molekula. Tehát csak az oldószer, ennyi a rónak a lényege. Most ez, hogy lassan megy a közepén a víz, ezért panghat a víz benne, és lerakhatott dzsúvát. Ezt a dzsúvát mosatjuk ki időszakonként, egy 2-3 hetente érdemes megcsinálni. Ennyi ideig tart mindez ez a videó, 3 perc alatt megvan még annyi se. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Kérdés van, akkor a videó leírásában szereplő csoportba csatlakozzatok a Facebookon. Sziasztok!